Hello mindenkinek! Most megmutatom a csodát, hogyan kell véghez vinni, azaz! Már nincsen fél óra, hogy elinduljak dolgozni, mert ugye úszni voltam, és hát az 1 kilométert le kell úszni az egészséget, ez kevés. Szóval kell hozzá még a jó kaja is, és itt is van a hús, ezt kerestem, csak hát ebbe a náthás időben nem rakom az asztalra, mert úgyis meg kell mosni. Ez teljesen friss csirke, alig büdös, hiszen helyben termesztette a Tesco péksége. Ezek jók, ezek a hihetőek, ezek a mindenféle saját húsüzem, persze az húsüzem. A kamion az a húsüzem, ami hozza, a tök tudja honnét. Azt sem tudom, miből csinálják, lehet, hogy cápa harcsából csinálnak csirke mellett. Szóval idő az nincsen, de kaját azt kéne csinálni, úgyhogy nagyon pörögjünk, de gyorsan és még ki is kéne pakolni, nem csak a vásárlást, hanem az uszodai cuccot is, de hát ezt majd akkor, amikor már párolódik a rizs. Jó, hát kell hozzá rizs, meg brokkoli. Haj, de jó a buli! Na, szóval a csirke mellett azt megsütjük, méghozzá, hogy gyorsan sikerüljön, és hogy lehessen mozgatni. Egy olyan edényt választok, amiben gyorsan lehet kavarni, kerámia wok. Ezt lehet barmolni, fémmel, mindennel. Ennek nem árt semmi, csak egy kicsit oda fog égni lehet, mert ugye a wok, vagyis hát a kerámia nem arról híres, hogy nem tapad oda, hanem arról, hogy belenyúlhatsz fémmel nyugodtan, nem lesz baja. Na, szóval ebbe kéne egy kis kókuszolaj. De nem érünk rá, csináljuk, mint a Golden Ramses-nél kicsit gyorsabban, mert mi dolgozni megyünk. Mi nem viccből vagyunk itt, hogy úgy tűnjön, mintha kapkodnánk, mi tényleg kapkodunk. Az csak a tévében van úgy délutánonként összevágva, hogy úgy tűnjön, hogy milyen gyorsan főznek. A tökér van ilyen hideg itthon télen, hogy a kókuszzsír is úgy megfagyott, hogy mintha betont kéne vágnom. Ki is nyitom az ablakot, mert most leizzadtam. Nem kell ekkora hőmet. Engedd el! Elisztet elmagadtul, megkapod a mountain bike-ot, ez az. És is meg kell éleznünk. Nem baj, nem adjuk fel! Mert ez is életem. Meghúzzuk egy kicsit acélon. Na hát szerintem nekem ennyi elég is lesz egy ilyen génkezelt csirkének az egyik melle, ami akkora, mint egy komplet struc. Ez úgy bőven elég lesz szerintem nekem. Egy kis só kéne rá. Legyen Himalája só. Miért Himalája só? Azért, mert jó néz ki. Megy a színe a csirkéhez, mert ez is rózsaszín. És most gyorsan a fűszerezés azt mondja, hogy menet közben dől el. A lényeg az, hogy már süljön sósan, aztán a többi már, így már meg lehet enni végül is. Majd amit találok, azt ráteszem, és akkor majd a végén elnevezem, hogy azt akartam csinálni. Mert hát most azért annyi időnk nincs, mint a Golden Ramses műsorokban. Mi meg nagyon nem tudjuk, de nagyon éhes vagyok. És nagyon kell menni dolgozni. Hadd süljön! Amikor ilyen fehér lesz, akkor megfordítjuk. Itt közben brokkolit is kéne csinálni, hogy gyorsan ki is tudjak pakolni. Milyen fűszerek legyenek rajta, most ezt kéne gyorsan eldönteni. Szerintem bors az legyen rajta, nem tudom miért az ugye eszembe jutott. Akkor ez már borsos csirkének ugye elmegy. Hát a fokhagymára most nem érek rá, az tökölődős. De vannak itt ilyen szójaszószok. Na hát szójaszósz az legyen rajta, most legyen ilyen tojás a csirke. Na, a fokhagyma azért az kéne bele, de a fokhagymát mindig a végén kell, mert ugye olajos, és hamar kipárolog az íze, és ha megégeted, akkor több szart csináltál, mint hasznot. Szóval rajta meg bors is a kókusz zsiron fehérelik, szóval nagy dolgok nem történnek. Most annyi, hogy ezt most meg kéne fordítani az összeset így egyenként. Mivel két kézzel gyorsabb, ezért bocsi, oldalról nézitek, ahogy nem látjátok, de én most erre abszolút nem érek rá, hogy művészkedjek. Valamennyi kell velem, mert azért íze legyen annak a csirkének. Itt most nincs semmiféle kecmec, csak a tömény főzés, a tudományosság mentesség, a teljesen nem arra koncentrálunk, hogy szép legyen, hanem hogy egészséges. Ez a dupla fokhagyma, ez megy az ideg, amikor a hátuljában is van egy fokhagyma, amiben nagyon mini fokhagymák vannak. Na, közben a csirkemel már lassan kész, most föl kéne önteni, hogyha lenne még 8 lábam, meg 6 kezem, közben fölönteném a brokkoli vizét, föltenném, hogy melegedjen, meg megmosnám a brokkolit, kivágnám a gyökerét. Ez fog következni most a videóban, úgyhogy most ezzel a fokhagymával olyan többet nem is érek rá tökölni, és sajnos ebben most csak ennyi fokhagyma van.
Ha ráérnék, akkor én beleszelnék még egy három fej fokhagymát, mert úgy a jó, úgy az egészséges, úgy magyaros. Most csak ennyi fokhagyma lesz benne. Még ez itt kívánja, hogy vágjam bele. Mert ez tudja olyan pici, hogy elveszik, hogyha most nem teszem bele, akkor valaki kidobja. Aztán kár lenne érte, mert az igazi ízes fokhagymák az aprók. Ezek a nagy, ilyen őrült nagy zsiráf méretűre fölfújt fokhagymák, vagy ilyen víziló pofányi, hát az nem fokhagyma, az biztos, hogy nem magyar fokhagyma. Csak hát az olyan jó néz ki, mert hogy hú, de könnyű lesz pucolni, vegyünk olyan Béla, éj, de jó, de semmi íze nincs. Na, fokhagyma, mehet bele. Így szépen. És fokhagyma, mit is tettünk bele eddig? Mindent, a szeretetünket azt már beletettük. Azért jó a csirke, mert azért is, mert ez gyorsan kész. De marha pörkötnek azért nem lehet innek járni fél óra alatt, hogy kész legyen, de egy csirkemel sütésnek így fűszerezéssel együtt rizskörette és egy brokkolival. Persze, hogyha már megvettük a kefirt, most a bevásárlás az még egy fél óra, szóval összesen egy óra rá fog menni, és most már 10 perce legalább így gyártom, csak a csirkemellel eltököltem ezt a 10 percet. Na, így. Jó van. Ezt egy kicsit belekeverjük. Adunk neki egy kicsit. Ebben meg teszek vizet, ezt most nem hozom át a kamerát, mert nem érek rá. És mindjárt azért megmutatom, hogy a brokkolit hogyan tesszük bele a vízbe. Ez tudományos fantasztikum lesz. Távolítjuk róla a nájlont, mert amúgy szarize van. A befőttes gumit elmentjük, mert az jó lesz majd. És itt, úgy körbe kivágom, de úgy, hogy így megfogom, beleteszem a vízbe, mert úgy is meg fogom mosni. Megfogom a gyökerét, vagy nyelét, vagy nem tudom miért, ezt meg kihajítom a kukába, másikat meg teszem a hűtőbe, az jó lesz holnapra. Na, akkor itt a vízbe kicsit megmozgatjuk. Brokkolit leöntjük róla a vizet, aztán visszaöntjük a vizet, amiben már főzzük is, és megsózzuk a vizét, és mehet a tűzre. Most ebben megint annyi történik, csak miközben azt látjátok, hogyan ég le a hús, hogy a brokkolira tettem vizet, és ennek itt se kell ekkora hőérzet, de ennek kell. Ennek kéne egy fedő, ezt meg így gyújtsuk be mellette. Talán begyullad. Nem gyulladunk be attól, hogy nincs időnk. Megcsináljuk. Erre egy fedőt még mindig nem néztem. De hol tűntek a fedők vajon? Halló, fedő! A fedő neve Béla. Béla! Béla, gyere! Na, ez volt az. Igen, mert így, ha van egy fedő, a hő fölfelé akar kimenni, így nem tud. A husikát ne hagyjuk oda égni. Azért azt szeretem, ha megvan pirulva, és akkor most még adhatunk neki pár dolgot. Legyen erős szerintem, tegyünk bele egy kis marha erősselt, még egy kis szójaszószt. Adjuk meg a módját. Ez nagyon jó, ez a marha erős, ebből nyomjunk rá egy kicsit, de nem úgy, ahogy én, hogy a farra ilyen sokat és egy keveset a csirkére, mert attól nem lesz hatékony a főzés, ide bele kéne nyomni. Csak hát ugye a sietés. Mindig ez a cepet mód sietés. Mennyi időnk van még? Egy pici vizet le tudok-e róla főzni, hogy jobb lesz szám az íze azért. Ha lenne arra idő, még egy nagyon pici borsot, mert nem eléggé feketedik. És még egy kis... Hol vannak ezek a szószok? Most megint eltűnt. Ez az. Ez a szója szósz mehet rá. Most föl kéne önteni vízzel, és hú, de erős, majd meg fulladok. És neki kéne állnom a rizsnek, úgyhogy addig lesz ideje. Hát az idő az nagyon kevés, a sürget rendesen, halló, gyorsan. Na szóval, miért ezt a porrat fogtam meg, most fokhagymás lett. Egy nagyon pici vizet öntök rá, és adok neki lángot bőven. Le kéne fedni, hogy párolódjon, de erre most nincs időnk.
Na, ezt el kell tennünk valamit innét hátra, hogy a rizssel tudjak foglalkozni, gyújtsunk be még 8 lángot. Az az ott hátul, az jó lesz a minek is. Az lesz mondjuk a brokkolié. Aha. Legyen ez a brokkolié, igen. Akkor ez meg itt el van. És akkor a rizs meg ide fölteszem. A rizs viszont, hogy nehogy letapadjon azt, meg egy jó minőségű teflonba kéne beletenni, de a teflon az szerintem az pont foglal. Igen, igen, a rosszból. Most mosogatásra arra abszolút nem lesz idő, azt tuti, mert nem lesz. Úgyhogy most a rizst is valami kényszeredénybe fogjuk csinálni. Kéne közben innom valamit, mert már nagyon régen ittam, már nem piát, mert ezt nem iszom. Na, forrassunk egy edénybe zsiradékot úgy szintén. Mi legyen az? Hát kókuszolaj. Ez itt zsuvás, nem le tudom tenni a kamerát, remek. És már állsz rá, ugye a rizs alá kell egy kis kókuszsír, és azon meg kell pirítani a rizst, amit közben megsózunk, miközben pirul. No fene! Nem tudom, így előre biccentve, meg tudom biccenteni. Lássatok is valamit. Na bocsánat, nem érek rá. Na, akkor jöhet a jázmin rizs. Ugye a rizs nem egy bonyolult dolog, amennyi rizs, kétszer annyi víz. Úgyhogy mérő, pohár, tessék. Mérő. Azért ő a pohár, mert elnevezték régen. Mert ez így kérdés, nem miért ő a pohár. Mérő, pohár. Hát mert ez a pohár, az kész. Hát pont ennyi rizs volt itthon. Hol vagy már? Hol vagy? Oké, a sóval kell előkészülni, meg két ilyen pohár rizzel, amit ugyanabba a pohárba oldunk meg a könyvkönyvét mosogatni, közben a húst meg kéne keverni, nézni, hogy a brokkoli nem-e ford föl, de hát az nem akar, és eltüntetni a falról azt a csúkságot, mielőtt oda szárad, és lehet csempézni. De jó. Egy fél kiló a falon van. Ezt ne így csináljátok, így bonyolultabb, ezzel időt vesztetek. Ezek papírt meg kiteleket, de nekem most ez valahogy így sikerült. Szorvi. Ez az, ugye itt nem a Golden Ramses fog takarítani, azaz a stáb többi kiszolgáló tagja, hanem én. És így ez is egy kicsit neccesebb, de ezt is megoldjuk ebben a rövid időben. Belefér még egy kis csempefényezés. Talán, ó, de meleg itt, ha itt a kezedet így oda nyomod, akkor az ott meleg. Jó. No. A húsi az talán már itt leforralja magáról, közben itt meg akar gyulladni a... Ez az, ebbe beleszórjuk a zsiradékba. Ebbe hozok vizet addig, mert ugye kétszer annyi víz, mint rizs. Egyszer annyit tudok hozni. És a rizst a zsiradékon szétkeverjük, és megsózzuk kicsit. Mindenben kell egy kis só, hogy legyen íze. Himalája só cseles, egy picit több mennyiségnek tűnik, bele kell tenni, hogy ugyanolyan legyen. Amikor ilyen olajos az összes rizs, esetünkben olvadt kókuszsíros, akkor azt várjuk meg, amíg úgy ki fog fehéredni, akkor ugyan megpirítjuk a rizst fehérre. Megfehérítjük. Nem tudom, ez mennyire sikerül megsütni. Formán nem, az lesz ott a legutolsó láncszem, és akkor közben már elő kéne pakolni azt, amiben majd elviszük a kaját. Szerintem úgy egy nagy edény kell, egyszer meg a brokkolinak egy kisebb, de nézzétek inkább milyen jól sülnek ezek, én majd közben itt keresgélek. Ugye egyszerre kell mindent csinálni, úgy a faszat, meg a szattyot is elő kéne készíteni, és közben, miközben ezek itt készülnek majd, nekem el kell rohannom, kiteregetnem az úszós ruhákat. Ami nem a főzés része, hanem a napi rutin, de az idő sürget, még van egy 5-6 percünk, úgyhogy bőven jó vagyunk. Hoppá, kicsit túl sütöttem. Megint egy gyors kézmozgás, ugye. Ha már itt pirul, az már a nem jó, az előtt kell leönteni vízzel, de még vannak részek, amik még nem kaptak elég. Túl nagy lángon csináltam. Próbáltam sietni, nem szabad, ezt sokkal kisebb lángon kell, és akkor most tűz lesz belőle. Nem vigyázunk, ilyenkor gyújtjuk meg a függöny, forrótó mindig legyen, ugye egy víz, két víz, és akkor utána már a rizs nem szabad keverni többet, most az egyszer, így
És rá a fedőt. Fölforra, ez nem az a fedő, az megint csak tuti. Most ennek hol a teteje? Most komolyan. Problémás ez a főzés. Ez sose volt egyszerű. Pedig a rizsnek nagyon kéne fedő, mert az úgy lesz rizs, hogyha le van a fedő. Ez a fedő vajon fedő rá? Ez meg kicsi. Hát ez igazán frankó. Mindjárt keresek egy használatban lévő fedőt, lehet, hogy pont az a fedő a fedő. Ez se. Hát akkor igazából nem tudom, hol a fedő. Úgyhogy teszünk rá egy nagyobbat, jobb már egy nagyobb, mint... De hát ez nem nagyobb, ez pont akkora, mit néztem be ennyire. Szóval ezt föl kell forralni, ezt visszavenni minimumra, ezt nem odaégetni. Lehet, hogy vissza kéne venni minimumra, hogy úgy sülhet egy picikét még. Ugye lepároltuk róla a vizet, fedővel kicsit lassabban, finomabb lett volna. De hát idő az nincsen, itt minimumra ezt, nem ezt. Ezt tesszük vissza minimumra. A rizsnek meg kéne a nagyláng, nem férnek el az edények, egy nagyobb gáztűzhely kéne a gyors főzéshez. Közben megy az elpakolás is. Ne hagyjunk ekkora rumlit. Oké, eddig ez jó. Kéne innom egy kávét, meg el kell kiteregetni, de nem hagylak magatokra. Az is lehet, hogy. Most iszom egyet, és közben pakolok ki. Miközben itt minden, most elmondom, mi történik. Emelkedik a hőmérséklete annak a víznek, amiben brokkoli van, és amikor majd forni kezd, akkor elkezd főni. Azok nagyon gyorsan kész lesz, úgyhogy majd utána leöntjük róla a forró vizet. A hús már csak az utolsókat, közben iszom egyet egészségemre, mondjátok, köszi. A hús nem engedjük odaégni, mert nem szenet akarunk enni, az nem olyan egészséges. Ezt így el kéne fordítani, a kamerába menjen ez a nagy gőz. És a rizs for, úgyhogy visszavesszük alatt a minimumra, de az ott kisebb, és hátul van egy picike lángunk, és így ki tudjuk azt használni, hogy az alatt gyújtunk be, ezt akkor középre tudom húzni végre. Úgy, a brokkolinak kell az, a húsinak is csak egy kicsi kell, azt ott középen kapja el, így azért elférünk. Egész guszta lesz. Akkor van kész a csirkehús, amikor így lazán szét tudod nyomni, szóval hogy érzed, hogy nem kell hozzá sok fog erő, hogy szétrág, mert az úgy finom. Ilyenkor meg lehet kóstolni, vagy le lehet kapcsolni, és kész van. Én még egy nagyon picit itt pirítom, mert olyan jó pofa dolog az, de azért nem szénné. Ez most csípős, rendesen ugye tettünk vele marhaerőset, szójaszószt, borsot, sót, olajat, vizet, nem olajat. Kókuszsírt, a bocsika, az egészség az első. Azt hiszem megvan a kajánk. Legalábbis a húsos része az kész van. A brokkoli, na elkezdett végre főni, szóval annak is kell egy 3 perc, és az is kész van. A rizs, amikor már nem látszik rajta víz, akkor szoktam levenni a fedőt, és én nagyon finoman így megkeverni, és kivenni egy kóstolót, hogy mennyire kemény, ha nagyon kemény, kell hozzá még víz, de nem fog kelleni, mert egy rész rizs, két rész rizs, víz, az pont bejön. Úgyhogy tök jó lesz, de ha lekapcsolnánk alatt a mosdogást, és lenne fél óránk, akkor az úgy tök jó lenne magától. Erről meg csak le kell önteni a vizet, és visszatenni a fedőt rá, most, hogy már megfort, és mivel ez friss brokkoli, hát persze, hogy friss, hát ez is a multiból van, hát miért lenne, hát a saját zöldségüzeműbe tenyésztették. Látszott is, jobb meg bal fele is volt, mint a természetes brokkolinak, nem úgy egy darab brokkoli volt, hanem ott volt a jobb bal brokkoli része is, mint a csirke mell is ilyen. Például csak egész más. Na, az ottan föl, ez itten sül, a rizs meg föl, és kész a háromfogásos kajánk, közben egy szatyrot kell előkeresni, amiben majd beleférnek ezek az edények. Ez kicsi lesz a brokkolinak. Nézzük innét, vagy nézzétek innét, hogy milyen szép ez. Maradok csöndben. Ezek a hangok, ahogy sül a kaja, hogy ez milyen jó, nem? ASMR. Cooking ASMR. Néha kisebb kajok, az én vagyok a háttérben. Előkészültünk egy nagyobbal. Egy pár szatyorral. Jó! A szatyorunk is van prima. És akkor még egy dolog. Iszom egy kávét, mert miért nem megtehetem. Azt
most főzem le, mert arra nincs idő, azt lefőztem úszás előtt. Hoppá, a hal benne van a mikróba, hát ezt most vettem észre. Tudtam volna, már égettem volna. Na, se baj. Igen, és szerintem ezt már nem kell tovább sütni. Ez volt, nem? Gratulálok, ez a brokkoli volt, azt még kell főzni. Akkor ez melyik? Nem ez, hanem... Hát hány lángég ez? Ez nem kell, az most már ott hűljön le. Bekávézunk. Aztán jó kis hagyunk közben, elkezdem kipakolni. Van egy kis olajhoz, olyan háttérben az az. Sorry. Nagyon szépen sülött minden, ugye? Látjátok, hogy milyen frankó az egész. És most van úgy a rizs, amit mondtam, és a brokkolit le kéne önteni. Ez az a rizs, amikor ugye a víz eltűnni látszik. Csináljunk egy kis helyet. Brokkoli alatt még lekapcsolom a lángot, mert annak se kell. Egyelőre a rizs alatt is. Elteszem ezt hátra, hogy azhoz hozzáférjek. És mutatom a rizst. Tadam, tadam. Ja, ez még nagyon vizes, még nem az az állapot. Bocsi, ezt még főzni kell. Ugye az arány jó volt, akkor el kell tűnni a víznek. A fele annyi, vagy ki fele annyi rizs. Kétszer annyi víznek. Úgyhogy most már csak a rizs téma megy, azt meg most leöntjük. Ami nem kicsit veszélytelen manőver, mert ugye forró. Egy kis helyet csinálok itt, valamennyire ideférjek. Na nézzük. Ezt önthetjük le. Jó, mert sterilizálja a csirkés dolgokat, amit ide vágtunk. Meg leégeti a kezünket, hogyha nem vigyázunk. Meg a csapot szétcseszi, ha nem nyitjuk meg a hideg vizet. Leöntés közben, igen, fölcsapott a gőz, igen, nagyon meleg. Azért csak sikerül összeégetni magam. Most ilyenkor lehetne vele hideg vizet engedni, és akkor nem égeted meg magad. De akkor nem párolódik már saját hőjétől. Most itt majdnem szárazra lecsöpögtetve, visszazárva, ez így párolódik magától, és így lesz ez igazán finom, hogy most ezt ugye letesszük párolódni, és várunk 0 percet, azaz 5-öt, aztán kicsit kihűtjük még 5 perc, aztán bepakoljuk, közben kiteregetünk, de az már részletkérdés, kész a hús, kész a brokkolink, és mindjárt kész a rizsünk. Na ennyi volt a főzőműsor, hogyan főzünk egészségesen. Többit elhiszitek, hogy ezt majd, amikor kész lesz, belerakom oda és megeszem? Ha nem, akkor is iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csúmi! Hogy kell ezt megállni?